A tél folyamán többször is előfordult, hogy a meleg vagy az eső miatt nem üzemelt a jégpálya. Télies idő esetén a hűtőrendszer napi másfél-két órás használata is elegendő a megfelelő jég előállításához, amit ezen a télen nem ritkán 10 órára kellett emelni. A létesítmény fenntartása évi 100 ezer euróba kerül. Az üzemeltető a municipál városi cég 2 éve az alapiskolásokat, tavaly pedig a középiskolásokat szólította meg különféle programok segítségével. Idén csúszó alkalmatosságok, úgynevezett fókák beszerzésével a legkisebbeknek próbáltak örömet szerezni. Harmadik éve kezeljük a jégpályát, és addig, amíg az első szezonunkban 10.500 látogatónk volt, a második szezonban 12.000, úgy néz ki, hogy ebben a téli szezonban a 13.000-et is meghaladja a látogatóknak a száma. Sajnos ilyen telünk, mint ami most volt, még ez alatt a 3 szezonban nem volt, tehát rengeteg volt a meleg nap, rengeteg volt az eső, ezek mind-mind akadályozták azt, hogy jó minőségű jeget tudtunk volna előállítani, tehát nem tudtunk olyan komfortot és olyan jó körülményeket biztosítani a korcsolyázásnak, mint az előző években. A műjégpálya február 29-ig lesz nyitva, tehát a tavaszi szünet hetében, amennyiben az időjárás is engedi, a korcsolyázás szerelmesei még kihasználhatják a sportolási lehetőséget.